Sziasztok, szép napot, szuper csapat! Én Talassa vagyok, és most a Václátóti Arborétumba fogunk menni keresztanyámmal és anyukámmal. Ők nem szeretnének benne lenni a videómban, úgyhogy csak az én csodálatos arcomat fogjátok látni, illetve a gyönyörű szép Szent János bogarakat. Ha érdekel titeket a kirándulás, akkor tartsatok velünk! Hát, ahogy láttátok az előbb, eléggé el van borulva az idő, és reméljük, hogy nem fogunk megázni az arborétumban, és nagyon-nagyon remélem, hogy szép felvételeket fogok tudni készíteni nektek majd a Szent János bogarakról. Én annyira nagyon szeretném ezt a kirándulást megosztani veletek, olyan gyönyörű lesz szerintem, hogyha sikerül... Ha nem most el az eső. Hát, ha nem most el az eső. A fáktól éppen nem látszik, de ott egy szivárvány, és remélhetőleg mindjárt látszik. Meg is nyugodtak. Na most át tudunk menni. Mivel még világos van, ezért nyilván a Szent János bogarak nem jöttek még elő. Vagy ha elő is vannak, hát nem fogjuk őket látni, úgyhogy addig szépen fogjuk magunkat, beülünk itt az étterembe, és kajálunk egyet. Szóval én is csak nézek. Én azon gondolkodom, hogy nekem igazából egy jó leves tettem volna egyet. Jó magulját! Én lehet, hogy egy bivaj ragút fogok vállalni, mert az annyira érdekesen hangzik, és van hozzá tészta, hogy ez úgy tetszik, ez úgy tetszik. Meg egyébként ennek a kis étteremnek a hangulata is tetszik nagyon. Úgyhogy ha erre jártok, akkor nézzetek be, mert nagyon sok különleges, finomnak tűnő fogás van, és már összecsorgott a számban a nyál. Zseniális volt ez a kis étterem, és annyira finom volt az a bivajragú, hogy zseniális. Egy kicsit ilyen bolonyai is jellegű volt, és grillezett sajt volt rajta. Nem bírtam megenni az egészet, de olyan adagot adtak, elfelejtettem nektek fölvenni, de ha itt jártok, és szeretitek a bolonyait, akkor ezt a bivajragút érdemes megkóstolni, mert én se csinálom jobban. Tehát nagyon, és egy kis zsenialitás az a bivaj benne, mert hogy kicsit más, mint a marha, és imádok enni. De ismertek. Most viszont szépen megyünk, és megnézzük a Szent János bogarakat, meg amíg egy picit világos van, addig fölveszem nektek, hogy milyen szép ez az arborétum tulajdonképpen. Hát a kertről röviden, 22 hektár, 30-40 ember, de abból 24 kertész, és ők gondozzák ezt, több munkacsoport van aki csak úgymond a parkfenntartást csinálja, van, aki külön gyűjteményeket csinál, valaki az üvegházban van, és ha meg nagy munka van, akkor mindenki oda megy és együtt csináljuk. A Magyar Tudományos Akadémiának a tulajdona, és ő az akadémia pedig még a Vigyázó Égtől örökölte végrendelet alapján, 1928-ban, és tehát ez egy nehéz örökség volt, nagyon szép, meg nagyon értékes, de mire végre az örökös kezébe került az ugra, lényegében az a főúri kert, az romjaiban volt, és 1951-től, 52-től, hogy 10 éven keresztül csak régészkedtek benne, hogy hol vannak az utak, milyen fát tartunk, meg melyik az, amelyik régi fa, melyik az, ami azóta nő,
és aztán egy 10-15 év alatt helyreállították, és akkor indult el a botanikus kert a mai útjára, és most én azt gondolom, hogy most a harmadik fénykorát élünk. A fenntartónk az az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, lényegében az Innovációs Technológia Minisztérium alá tartozó kutatóhálózat, az akadémiának a kutatóhálózata áttérve az ITM alá. Hogyha egy egyszerűen akarok fogalmazni, biztos, hogy több árnyalata van ennek, de nem is akarok belemenni. És ez azt jelenti, hogy a működésünkre a pénznek a több mint a felét azt megkapjuk az államkasszából alapértelmezésben, és a többit kell hozzá keresnünk, tennünk belépőjegyekből, rendezvényekből, még növényeladásból nem, de reméljük, hogy majd abból is, és sok más tevékenységből. Ha tudunk, akkor pályázatból, de botanikus kertekre kiírt pályázatok nem nagyon vannak. Turisztikai lehetne, de ez nem igazán tisztán turisztikai dolog. Úgyhogy ilyen szempontban nem túl könnyű, de nem panaszkodhatunk, mert megvan a költségvetésünk, tudunk működni, van emberanyagunk, itt van egy patak, ami táplálja a kertet. Milyen érdekes a mintája ennek a fenyőnek, ez a csipkekérgyű fenyő. Szerintem a katonai ruhakészítők erről lopták, vagy az eukaliptuszról, vagy erről. Van még néhány érdekes fa, aminek ilyen terepszínű a kérge. Nos, a növényrendszertani gyűjtemény terül el itt a lábaik előtt. Úgy kell ezt elképzelni, mintha a növényeknek a családfáját szépen kivasalták volna ide. De annyi a lényege, hogy vannak a sugárutak, ezeket a torta szeleteket választják el egymástól, és egy torta szeletbe olyan növénycsaládok vannak, amik valamilyen módon rokonai egymásnak. Azért izgalmas, mert egy ágyásban meg általában egy családnak a képviselői vannak, és így az ember megy, és akkor azt mondja, hogy jé, a ribiszke, meg a bőrlevél, meg a kőtörőfű, meg a tűzeső, azok valahogy rokonságban vannak egymás, és tényleg vannak hasonlóságok. Szent János bogarakra áttérve kettő faj, ami itt él. Magyarországon három faj élhet, a nagy, a kicsi, meg a törpe Szent János bogár. Latinul most nem mondom, mindenki meg tudja keresni, most hirtelen nem ugrik be, nem akarom külön tornáztatni az agyamat ezért, de a nagy és a kis Szent János bogár van nálunk, és ezeknek a fiú egyedeit fogjuk javarészt látni, repkedni és világítani. A lányokból is találtunk múltkor, a kicsiből is, meg a nagyból is, egy példányt, tehát nem olyan egyszerű őket megtalálni, és jóval kevesebben is vannak, mint a fiú. A Szent János bogár lárvái, amik majd most nem sokára kikelnek, mert ugye most van a párzás, aztán a petarakás, és hamarosan a picik is aprócska lárvák kikelnek, és egyből mit esznek? Nem műzlit, nem bedekót, nem banánpürét, hanem csigát. A Szent János bogarak nem kisebbek a csigáknál, mert... De, és ez az a nagyon érdekes dolog. Az, hogy többen egyszer egy csigát, vagy hát simán csak egy? Akár, de egyetlen Szent János bogár lárva is képes lebénítani egy csigát, és aztán amennyi jól esik neki, annyit elfogyaszt belőle. Ez úgy történik, hogy kis cáprágóival elcsípi a csigát, és van egy különleges nedv, amit belefecskendez, amitől elfolyósodik a csigának a teste, és onnantól kezdve már csak fel kell szippantani a fehérjét. Egy fehérjét úrmixot csinál magának. János nap környékén van a rajzás csúcsa, és ugye a négy nyelv az alapján nagyon helyesen így nevezte el ezeket a bogarakat. Még egy érdekes dolog, hogy több ezer Szent János bogár faj van a világon, és abból itt a kis hazánkban három faj van. Vannak egészen extra módon villódzók, ezek egyszerűbbek, de az egyszerűségben is nagyon szépek, majd láthatjuk. Tessék! Hogy vannak több színű Szent János bogarak, mindenféle színben, hogy ilyen? Szerintem vannak, de ennek nem néztem utána, szerintem a trópusokon még többféle szín is létezik. Ez az a halvány kis kékes-zöldes, inkább zöldes, nagyon finom fény. Ja igen, a fényjelenségről, jó, hogy rávezettél. Szóval a fényjelenség maga az azért izgalmas, és még a táplálkozáshoz is vissza kell kapcsolódni. Habzsidőzsiznek, csigát esznek,
tolják magukba a fehérjét, gyorsan megnőnek 3 év alatt, és átalakulnak. És onnantól kezdve vajon mit esznek, mit isznak? Ez nagyon érdekes, sok rovarnál így van, hogy igazából nem sok mindent, mert hogy minek? Ebben az időszakban még a nász tart, most minek fejlesztenek ki egy olyan szájszervet, amikor két hétért nem fognak rágó szájszervet kifejleszteni, hanem csak isznak. Hát harmatot, esetleg a növényeknek a kifolyó nedveit, de már nem táplálkoznak csigával, hanem azt az energiát, ami a testükben van, azt be kell, hogy osszák. Képzeljétek el, és ebből kell világítani, ebből kell repülni, és még a násztáncot is eljárni, meg minden egyebet. A hölgyeknek meg ebből kell a petéket kinevelni, megérlelni a testükben, és lerakni a petéket, megfelelő peterakó helyet találni. És aztán, amikor a kötelességüket teljesítették, az utódokat bölcsőbe betették, a kis petéket, a tojásokat, akkor elpusztulnak és visszatérnek a természet örök körforgásába, lesz belőlük 20, vagy denevér, vagy egyéb rovarral táplálkozó állat, és így tovább, és így tovább. Tegnap előtt egyet találtunk egy nőstényt, és ahogy ide tettem a tenyeremre, le is rakott gyorsan 3 petét. Nagyon érdekesek a peték, kisebbek, mint 1 milliméter, és enyhén fluoreszkálnak, ilyen érdekes zöldes színűben. És a fényjelenségről még egy utolsót, és tényleg megyünk, mert már szerintem mindenki nagyon tűkönül, hogy az egyik legenergiatakarékosabb fény, szerintem még a LED-del is vetekszik. Ott valami világít. Lehet. Van egy luciferin nevű anyaga a kicsi lámpásban, ez egy olyan vegyület, amihez tartozik egy enzim, és ez nem elég, mert van egy katalizátor, meg van egy anyag, de még nem lenne ettől fény, kell a levegőnek az oxigénje. És azt meg lehet majd figyelni a repülés közben is, meg ha a tenyerünkön lesz a kis bogár, hogy nem egyenletes ez a fény, hanem elhalványul, aztán újra felerősödik, mint hogyha megfújnám a parazsat és felizzana. Na most lényegében ugyanezt történik, ez is égés, mert fényjelenség, csak ez nem éget, hanem ez nagyon alacsony hőfokú fényjelenség, és ahogyan a bogár lélegzik és ráadja a fújtatót a lámpásra, úgy fog ez a fény felerősödni és aztán elhalványulni. Lehet, hogy már nagyon unja itt a sztorit, hogy mindenki megpróbálja őt sötétbe fotózni. Nézd. Igen, és te cuki, jaj, nem semmi, hogy világít. Te cuki, édes Istenem, nagyon aranyos. De jó, hogy meg tudtuk fogni, hogy meg tudtad fogni. Földről felszedtem, mászik. Na, gyere, visszateszlek. Hajra. Ott a kis Szent János. Ja, ott a feneke. Ott a feneke. Igen, de aranyos. Milyen pici. Milyen kicsi. Köszönjük, világít is. Ott a világítókája. Jaj, de ori. Véget ért a Váczrátóti séta. Gyönyörű szép volt a Szent János bogárrajzás. Sajnos hiába vittem magammal 3 féle kamerát is. Nem sok mindent sikerült felvenni a sötétben. Úgyhogy fogok keresni a YouTube-on valószínűleg Szent János bogarakról készült felvételt, és hogyha találok, akkor egy részletet bele fogok csempészni a saját videómba is. De néhány gyönyörű felvételt mobiltelefonnal sikerült felvenni, aminek különösen örülök. És volt néhány bogárka, amit sikerült elkapni, és sikerült szépen, fényesen kamerával felvenni, úgyhogy őket is be fogom rakni a videómba.
Remélem, hogy el fogtok látogatni Vácrátódra. Én még tervezek egyszer eljönni ide nappal is, mert meg szeretném nézni ezt a gyönyörű szép arborétumot. Remélem, hogy nektek is felkeltettem az érdeklődéseteket. Útközben nem ígérek szivárványt, mert ahhoz gyönyörű időt kell kifogni, mint amilyen pont ma is volt. De ettől függetlenül remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és ha tehetitek, akkor vagy idén, vagy jövőre látogassatok el a Szent János Bogár rajzásra. Sziasztok! Bogármester. Igen.